Sziasztok! Át a célvonalon ismét új részt hoztunk nektek. A mai résznek egy különleges címe van, méghozzá az 51-es körzet. Hogy tudjátok, hogy miért? A mai vendégünk egy 51-szeres Iron Man teljesítő. Szobrot állítottak róla Japánba, úgyhogy nagy szeretettel fogadjátok Robkó Pétert. Yeah. Get, your, yeah. Get your hands up, yeah. Get a flip, yeah. Na. Szia Peti, üdvözöllek itt nálunk a Zárt a célvonalban. Hát ez egy tényleg különleges adás lesz, mert uh, szerintem mi vagyunk az egyetlen triat uh, ilyen formátumú triatlon podcast és YouTube csatorna. És uh, hát igen, szóval rólad aztán szerintem mindenki tudja, hogy te ki vagy, mi vagy. Az, az 51-es szám az azért az nem gyenge, és 17 éven keresztül nem, nem tudtak téged megverni, ha jól tudom, hosszú távú triatlon versenyen idehaza. Nem, semmilyen. semmilyen. A hosszú távon soha nem tudtak megverni, hanem úgy, hogy miközben Iron erre készültem, a rakparti ilyen szupersprint duatlon gála, ahol tízszer kellett megismételni ezt a Mickey távokat, ott se tudtak. Wow. Tehát az, 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 az úgy, úgy együtt az úzós tényleg. Tehát olimpiai táv, sprint táv, Duatlon. Ami belefér. Én... És ugye most te Svájcban élsz meg egy, ö, egy ideje. Arról mesél nekünk létszél, milyen az élet Svájcban. Svájcban hegyes, és hidegebb náluk, mint nálunk. De ott, ahol lakom, ez Zürich Unterland, ez Zürichtől északra van. Itt olyasmi, mint mondjuk Magyarország. Tehát, hogy van bőven hely, hát a szupermarketnek a parkolóják kint ilyen nagy lebatonozott Helyen van, ellentétben, hogy mindenütt, már Zürichben is függülögesen lefele van a parkolás, mert annyira nincsen hely. Ezen a részen itt egyébként jó lehet biciklizni, a repülőtér mellett kiváló eh, résztávos edzést lehet csinálni a pan pancerpisztén. Ez a páncélosok útvonala, mert a, a bülakban, ahol lakom, ott van a laktanyájuk a hadseregnek, és akkor onnan eh, 10 kilométer, hogy felvonulnak, hogyha őket letámadják, mondjuk például nem a norvégok, hanem a németek, akkor, akkor ők ott vonulnak fel a, a reptér védelmére. De ezek ma is olyan kőkeményen gyakorlatoznak, és a gondolkozás módjukról, hogyha már itt hosszú távon beszélgetünk, az Iron ez mindig hosszú távú gondolkozás kell. És ez azt jelenti, hogy aki rövid távon gondolkozik, az mindig hülyészheti a hosszú távú gondolkozót, mert rövid távon sosincs igaza. Hát a géles stratégiát követle sportba is, az rövid távon mindig hülye. Mert ahelyett, hogy otthon nézni a tévét, vagy esetleg többször járna színházba, moziba, kicsit szociálisabb lenne a családjával, amit javaslok azért a hallgatóknak is, hogy azért a, az a kutya őrzi a házat, aki csontot is kap, tehát ne csak az edzéssel foglalkozzunk, de nyilvánvalóan egy stratégiai látásmód kell. Svájc, az mindenki irigli, hogy gazdagok. Alapvetően azt kell megvizsgálni, hogy miért gazdagok, amikor náluk kövek vannak, fű, büszkék a tejükre, meg a sajtukra. Ezen kívül még a órájukra, de hát azt órát azért, mert télen kénytelenek voltak kézműves munkával kiegészíteni az életüket, mert a méteres hóba nem tudtak mezőgazdálkodni a paraszt. És ugyanez van minden tekintetben, hogy, hogy a hadseregük is az elmúlt 30 évben mindenki lehűjészte őket, hogy ez a militáns Svájc, meg minden, most meg mindenki kapkod, hogy, hogy össze kéne rántani valami hadsereget, mert ú, nagy a baj, és az a helyzet, hogy fegyvereket lehet venni, hadseregetni. És erre mondták az erdészek, ugyanezt gyakére, fát lehet venni, erdőt nem. És ugyanez igaz a triatlonra, hogy következő szezont lehet venni, de hogy 85 évesen temesszel havalyban vagy te már akkor sánta leszel, vagy a kórházba, vagy a temetőbe, az a te döntése. Igaz az, hogy Svájcban ja. a szegények mossák a Ferrari-ukat? <laughs> Bát, de, ugye ezzel viccelgetünk, de elmondanám azt, hogy ha van valami, ami autóknál nagyon durva, az az a középosztálynál, de ilyen nem mondanám, hogy túlzott jó módon középosztálynál, az a mennyiségű Tesla, ami ott és Előre ahogy ezek gondoltam. beszállnak, ahogy ők beszállnak ebbe a Teslába, hogy ebből kiszállnak, tehát azt érzed rajta, hogy nem a Teslának élnek, Aha. nem a Teslában jelzik, hogy ők kicsoda, hanem beszáll abba a Trabantba. Tehát ő beszáll az ő Teslájába úgy, hogy hazamegy, és úgy száll ki, hogy, hogy darab a szedi utána a kutya a kutyaszart ugyanúgy. Ezeket a gondolkozásokat kell eltanulnunk tőle, mert azért látszik az, hogy tudnak pénzt szórni. Tehát az, hogy pár évente lecseréli a kerékpárját, addig egy magyar triatlanos azért tíz évig használ egy jó időfutambringát. Ugye? Igen, vagy tíz évre Néha készül. Én el. Is serélgetem. Néha én is cserélgetem. Néha én is cserélgetem. Igen, igen, Mikor mondtam ismerőseimnek, hogy kijön hozzánk, hát mindenki el volt ámulva, hogy úristen, de jó, hogy a Pétert el tudtátok csábítani magatokhoz, és felmerült az a kérdés, hogy emlékszel -e még az első hosszú távú versenyedre, hogy az milyen volt? Mondom, ez nem ma volt, de hát ha vannak még emlékfosztlányok, azt mondják, hogy Há az még a... első mindig megmarad, nem? Ez így, ahogy mondod. Te is emlékszel a, a harmadikot, nem biztos, de az első tutira végig tudod vinni, hogy mi történt ott. Én is tudom pontosan, ez 88 volt, az első Ironman Europe volt, ez Ródba, ahol most már a Challenge-eket gyártják sériába, és továbbra is a világ legjobb versenyt csinálják. Azt azért jegyezzük meg, hogy a Challenge Rót az olyan szinten a többi fölé nő, hogy, hogy aki nézte már a Challenge-et a helyszínen, az pontosan tudja, hogy mi és Nem véletlen, hogy a sok a német az őrül meg, hogy elinduljon a, a Róti versenyen, és nagyobb élményt kap az ember, mint Halvajban. Tehát Havajban óriási élmény az az utolsó 50 méter. Na és ez volt a 88-as első Ironman Europe, ahol indultam 780-790-ed magammal, és hát ebbe az volt a különleges, hogy, hogy akkor fejeztem be az egyetemet, én akkor diplomáztam, és e, Hát az volt a legkülönlegesebb, hogy fogalmam sem volt, hogy mennyit vagy mit fogok tudni menni. És a pályát se ismertem. Hát hogy ismertem volna anyámékkal, kimentünk az 50 dollárunkkal, hármunknak az 50 dollárjával, és akkor el voltunk egy, emlékszem, Járzdorba volt egy ilyen családnál szállásoltak el bennünket, és hát önmagában az, hogy indultam, az durva volt, mert, mert a fejlett országokon kívül senki senki nem csinálta akkor még az Ironman-t. Ma is azért érezzük a, az Ironman-ben a fejlett országok túlsúlyát, és a sikerességbe az olimpiai távon is ugyanott tartunk. Mert ennek a szükséges az a gondolkozásmódja, szükséges szükség az a környezet, szükséges az a infrastruktúra. Na most ott voltunk Németországba, és euh, volt egy olyan 60 ezer néző, és Életem először volt az, hogy ott ezen a ö, Solar Bergen, ezen a Hardbreak Hillen felmentem, és hát álltak az úton, és a ember arcába üvöltöttek, meg hátulról felfújták a hegyet. Szóval nem tudtam akkor, mi ez, óriási élmény volt. És mentem fel a hegyen, nem is éreztem, hogy egyébként én nagyon ügyetlen voltam mindig a mászásban, olyan könnyedén mentem fel, mint még soha, és a hegy tetején volt egy ilyen oxigénhiány, amikor eltűntek, mert a adrenali miatt felbírta tolni az ember. Ezt is ilyen élményem soha nem volt még elő. Hogy lett volna? Hát néző, havajba se nagyon van. És megcsináltam a versenyt, és ennek nem is az a lényege, hogy most ötödiként fejeztem be, hanem az, hogy ezzel a kvalifikációs meg lett havajra. Na most mi elköltöttük a három éves 50 eurót, de nem csak az enyémet, anyámét, apámét. Egy viszonylag jó, jó módú családba értem, és hát azt kell, hogy tudjátok, hogy ennek az a legdurvább része, hogy, hogy ez van júliusban, október első teliholdján, havaj. Hát ott gyorsan előkaptuk még az okniból a maradék pénzt, nem volt még benne. Gondolom, ez már akkor is költséges dolog volt, nem? Hát persze. Akkor meg hát még, el, még elköltöttél mindent. Tehát nem hmm. véletlen, hogy azért a mögötted ott van ez a Iron Man Budapest, és köszönöm azért, hogy, hogy ott van, szép emlék nekem is, meg nektek is. Az egy gyönyörű dolog volt akkor, hogy elkölthettem minden pénzemet rótra, és az az ötödik hely, azt mondtam, csodálatos, és be is fizettük a Titkos pénzünkből, fekete dollárunkból a ö, nevezési díjat, ami nem volt olcsó, tehát akkor is azért már húzós volt az a 225 dollár. Ott Németországban nem is márkát kértek, akkor még márka volt, hanem dollárt. Persze, hogy dollár volt nálunk. Na, befizettük a nevezést, fogalmam sem volt, hogy hogy jutunk el, hiszen a család levet között gatyáig, és ö, hát eljutottam. Eljutottam Havajba, mert igenis volt egy csomó ember, aki kiállt mellettem, érezték a nehéz sorsunkat, és összedobták erre az útra a pénzt, és annyira jól sikerült ezt a dolgot megoldani, hogy nem csak a támogatón volt kint, hanem apámat is ki tudtam vinni, volt az érzés rótba Azért ez konkrétan hozzátartozik, mert mindannyiunknak a megkája az havaj, és nem elég, hogy eljutottam oda a havajba, hanem amikor jöttem haza, hogy mondom, lehet, hogy soha többet nem jutok el ide, és ez volt életem legcsúcsabb dolga, hogy elindulhattam havajba, egyébként marha rosszul versenyeztem, nagyon hosszú volt a szezon, nem is tudtam, hogy mi az, hogy trópus, nem is bírtam el, lettem 40 nem bírtam lelkileg azt a nyomást, hogy ott vagyok a világ túlsó végén, de amikor hazamentem, akkor hálás voltam, és boldog voltam. És azt, hogy talán utoljára vagyok itt Havajban, és az az akarat és szándék, és itt megint a rótról beszélünk, mert ez az egész egy lendület és ív, hogy az embernek kell, hogy legyen víziója. És a vízióhoz csatlakoznak az emberek. Kevés embernek van víziója és hogyha neked van, és olyan jövőképed van, és ha ez van értéked és teljesítményed, akkor bárhogy szígyük a magyar közéletet, melét fognak állni. És amikor mentem haza, hogy mondom, talán soha többet, mert 13-szor voltam kint, és összesen 51-szer csináltam meg ezt a gyönyörű versenyt. Nagyon durva. Hát a... Hát hallgatni az is, az. is ez Félk. Hát azt kívánom nektek, ugyanezt kívánom, hogy 85 éves age groupra tessék feledzeni, és tessék kijutni. Hát legyen így. Félk, Peti, mi mindent bele fogunk adni, valószínű. Uh, tényleg élmény hallgatni, hogy te erről beszélsz. Uh, valószínű, akkor uh, neked mindig is volt egy belső motiváció, ami elkísért a pályafutásodon. Arról tudsz beszélni, hogy mi volt az, ami, ami mindig motivált téged ezen az úton? Az ember, amikor megszületik, akkor a stratégiája szoptatástól szoptatásig tart. Hát megvan az egyik, megemésztem, megpróbálunk helyet csinálni, és akkor kezdjük megint ezt a dolgot is. Innentől mondjuk, amikor általán is iskolás vagy, akkor vakációtól vakációt tart egy éles stratégia. És ahogy ez megy előre az idő, ezek az éles stratégiák, ezek változnak. Tehát mindig változik, hogy mit tűzöl ki magad elé. Ezért érdemes meghallgatni az öregeket, mert nem az a kérdés, hogy te neked most mi az életcélod, tehát mire gondol, mit töm én, 8 percenként egy 14 éves, 16 éves, ez nem kérdéses, hanem az a kérdése, hogy változik a korod, akkor változik az életcélod. Ha viszont te felkészülsz arra, hogy milyen lesz a gondolkozásod, 30, 40, 50, 60 évesen, akkor egy olyan teljes életet tudsz élni, hogy amikor döntéseket hozol az elején, akkor te nem fogsz megkeseredni menet közben. Bármennyi gondod lesz menet közben. Hát azt mondod, hogy én újra ugyanezeket a döntéseket hoztam volna meg. És én ezt tudom neked mondani, hogy nekem mindig ugyanezeket a döntéseket hoztam volna meg. Nem azt mondom, hogy hibátlan döntéseket hoztam, de jó Isten, az az ugye nem én vagyok. És ezért ebben a, ezekben a dolgokban nagyon fontos az, hogy, hogy legyen egy olyan víziód, hosszú távú víziód. Lássad magad 85 évesen. Svájcban is ezt mondom a versenyzőimnek, hogy én azt szeretném, hogy 85 évesen az Age Group World Championship-et meg Nem az, hogy jövő, én nem jövőre akarom kihozni belőled az eredményt. Mert ugye a triatlonisták, és az nem csak én, mert a sportág nem csak téged alakít, hanem, hanem úgy választ is téged, mielőtt kiválasztod, hogy ilyen túl motivált marháknak való ez a triatlon, akik, akik ilyen motiváltak. Illetve ezt a motivációt menet közben is kialakítjuk, mert, mert az Ironman, meg a triatlon is, az olimpiai triatlont is idevelhetjük, hiszen ez a bolyozós Egér verseny, ez is extrém állóképességi sport. Hát, hogy, olyan kicsit másképp üzik, mint hogy mit csináljuk, de azért az két óra. 22-24 éves kor előtt nem is lehet normálisan teljesíteni ezt a távot. A lányom 21 évesen csinálta, vagy 20 évesen először, nem is használ. Tehát a motiváció, hogy mi motivál. Az az igazság, hogy amikor még jóval korábban először kijuthattam Bécsbe a Dunainzerre, egy triatlon versenyre, és harmadik lettem Anton Rattensberger és Hans Bedekraut mögött, hét nagy osztrák idol mögött, harmadik lettem, és álltam a dobogón, tudod, a magyar nem, Sajnos nem van. tudjuk, milyen a dobogón állni, úgyhogy. De nem az, hanem az, hogy, hogy milyen cuccaink voltak. Tehát, hogy hát gondolom. Néztek, hogy a 87-be, körülbelül, vagy 86-ba, és akkor ott állok én abba a cuccba, meg abba a puccos, csönyörű cuccokba, és még jobbak is voltak, nem csak az, hogy szép bicikliük van, meg gyorsabb a biciklik, mert gyorsabbak voltak, hanem a szerelésük is sok, ami meg ott egy kicsit azért, ugye akármennyire, és ott álltam a két időra néztem, és mondom, hát ha egyszer ezt a két embert meg fogom tudni verni, én ennyit szeretnék a sport életben. Onnantól kezdve nem lesznek olyan, persze kitűzhetem, hogy na még egy picit, na még egy picit, és azelőtt már nincs senki, de, de, de már nem leszek úgy, úgy elégedetlen, ha ennyi jut nekem. És a következő évben megvertem ezt a két idolt, azóta is szerettem mind a kettőt. Az egyik terheléses labort vezetett kizvőed, a másik pedig a apja asztalos műhelyét, és, és azóta úgy vagyok vele, hogy minden, ami pluszba jött ezeket, úgy tudom hordani, mint hogyha tudod, amikor ruhát kiveszed a szekrím, és először veszed fel. Mindegyiket úgy tudom megélni. Az 51 szerességet, a tizenvalahány győzelmet, a nem tudom, hogy... És ahogy Japánban ö, szóltak rólad anno, Pont az, ezt akartam kérdezni. Az, nem semmi. Szóval né, né, azt hiszem négyszer vette ott részt, igaz? A strongman -en. Igen, négy, négy strongman indultam, és ez, a, ez az ő Podersdorfjuk, vagy az ő nagyatádjuk. Hát ezek, ezek mind, mind, a kettő nagyon régi veretes ősi verseny, és a strongman is ilyen, és az lett a legerősebb anyagilag is a japánoknál, tehát nem az Iron Man -nálok, így a belül a leg ha hanem ez. Akkor csak névben más vagy, mint mondjuk egy extrém triatlon, tehát mint egy extrém triatlon, csak a név más? Hát 155-öt bicikliznek, meg 3 órát úsznak, a 3 kilométert úsznak. Hát tehát akkor más a táv is. De a maratona végén az egy trompusokon az, a végén ugyanazt éreztem, mint az Iron mennél. Tehát, hogy 155 kilométer sem volt egy igazán sokkal rövidebb, de a maraton futása végén azzal a deka sík nem volt benne, és árnyék sem volt, tehát az rosszabb, mint havaj. Tehát az a... Az szörnyű volt, szörnyű volt. De úgy értem, hogy szörnyű, hogy, hogy nagyon fájt, mert ráadásul fehér bőrű vagyok, épp azt nézem, hogy ti nektek milyen a bőrötök, Tehér. és már ennyit kertem magamra bármennyi szart kentem magamra az Iron Man végig, mindig leégtem, tehát nem volt az a krém. Bádogruhába kellett volna futni, de talán a bádogruhán is átégtem volna, mert felnézek naprössz leége. Ez volt a legjobb Malajziában, majd japánokról még beszélünk, Malajziában az egyik versenyen, ahol sajnos euh, nagyon komoly genisz problémám lett, életemben talán két versenyt nem fejeztem bele, ez volt az egyik, és ott elmentem ebédelni egy ilyen foodkörtre, és akkor ott, hogy ettem, a közelembe leült, láttam, hogy nagyon figyel egy ilyen helyi csávó, gyönyörűen kakaobarna bőrű, csodálatos helyi csávó, és akkor na, mondtam, mi van, mi van veled, odaívtasz. Nézem, hogy neked milyen gyönyörű bőröd van, vagy fehér, mondom, minden jó ez, basszus, majd jön a verseny, légek, és akkor így húzom le magamról, mint a gumiruhát. Tehát, hogy neked olyan bőröd van, ami, ami jó, ami működik, az én bőröm meg nem működik, csak ruha alatt. a japánokról pedig annyit, hogy a japánok azok ö, mindig meghívnak a császár eskü, a szüli napjára. Hát az előzőre, főleg mert az elmúlt években már nem tartózkodok itt, és a japán nagykövetségre itt mindig hivatalos voltam. Tehát ők tudják, hogy kik azok, kik a japán barátai, tudják, hogy kiknek van olyan kulturális kötődése és nekem, hál' Istennek kialakult annyira, hogy édes lányom most már kétszer versenyzett ott világkupán, és őnek is az egyik kedvenc országa. De lehet is, mert cukorbanda. Péternek megjelent annól egy könyve, nem tudom, ez látjátok, az így, 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 így. Mindenképpen, ha tudjátok, szerezzétek be és olvassátok el, mert nagyon sok érdekes történet és sztorit találtok benne. Sajnos ezt már csak ilyen antikváriumbokba lehet megkapni. Én azt valahol a Vaterán szereztem be még jó pár évvel ezelőtt, mikor elkezdtem triatlonozni. De de nagyon szerettem olvasni, úgyhogy mindenféleképpen olvassátok el ti is. Csinálok egy CD-t is, és csak azt is így majd hirdesben létszik. Jó, jó majd... oké, oké. Nagyon Nem oké. fogsz énekelni. Azt énekelni fogsz rajta? Nem tudom. Lehet, hogy fésű dudán fogok majd inkább zenélni. Hogy ne legyen ciki. Elnézést. De egyébként a könyvvel kapcsolatban tényleg 6000 példányba adtuk el, még nálam is van még 20-30 darab példány, de tényleg 6000 példány ment el. Most nem tudom, hogy állnak a sportkönyvek, de az biztos, hogy akkor a Puskás Öcsinek a könyve és a Kokónak az egyik sportkönyve fogyott nagyobb példányba, 10 10.000 példányba, és ez volt a harmadik számú könyv, és a könyv olvasási átlaga, hogy hány ember olvas el a könyvet, átlagban négy-hat ember olvasta a könyvet. Hát ez annyira jó jól sikerült könyv volt, de a célunk is az volt, és hát a triatlonnak is ez lenne az egyik fontos feladata, hogy nem csak a belső embereknek szól, hanem valójában egy kulturális üzenet az országnak, hogy hogy kéne élnünk. Ahogy uh, gyorsan közbevágok, mert a, a Tomi fogja feltenni a következő kérdést, viszont ebben uh, látszik az, hogy te is uh, olyan helyen élsz, ahol, ahol tényleg ezt, ezt látja az ember. Én Ausztriában dolgozok elég sokat, meg itt is vagyok sokat, és ezt meg tudom erősíteni. Svájctól nem vagyok messze, én át szoktam bringázni Svájcba, ott szoktam edzeni. Ezt, uh, hol a... Én uh, landektől nem vagyok messze, Azt hadd nem mondja most helyileg, hogy hol, teljesen mindegy. Ja. A határ az itt van 20 kilométerre és ez szamnaú, nem tudom, hogy mondja neked valamit, Martina és ezen a részen szoktam ott bringázni. Hát én mindig, engem mindig csodált be ez az ország is, meg Svájc is. És a, az emberek gondolkodásmódja, azt egy idő után átveszed, a, minél többet vagy itt, annál jobban próbálsz ugyanígy gondolkodni, a ők. És ugye gondolom, te is gond, tudod, hogy milyen Ausztriában a, a triatlon. Itt azért nagyon-nagyon itt azért komoly komoly emberkék vannak, még amatőr szinten is, és ők ezt, ezt nagyon szeretik ezt a sportot. Hát, gyakorlatilag ez a sport egy olyan demokratikus sport, amelyik nem csak arról szól, hogy lehet nézni, tehát hogy mit tudom én, néhányat biatlonoznak, többiek meg nézhetik a gyúrósporton, vagy ott a helyszínen üdvölthetnek, hanem, hanem te is tudod csinálni. Ez egy, ez egy nagyon demokratikus, nagyon egyenlőség, jellegű, és a marsalbot mindenkinek a zsebébe van a triatlomba, és ezt egy olyan erősen centrikus ország, mint Svájc vagy Ausztria, ezt nagyon-nagyon ott csinálják, és egyébként az Ausztriának főleg azért durva Ausztriának az a szellemi és fizikai fejlődése, amit csinált Svájchoz képest is, mert ezt tudjuk, hogy a második világháború végén hát jó, őket nem bombázták szét Bécset, mint Budapestet, de ettől még a gondolkozásmódjuk, az egész ország működése az abszolút adja a lovat a triatlon alá. És ö, egyértelmű, én is dolgoztam egyébként három évet ö, Amstettenben, az Amstetteni Rec patkányoknál három éve, és ö, ugyanezt látható, és alapvetően te is látod ott, hogy Persze, igyekeznek, meg van már olimpiai bajnokuk is, meg stb. Igyekeznek győzelmeket hozni, meg világkupa, meg kiutatni több embert. Most kevés sikerrel, bénábbak, mint mi vagyunk, magyarok. De azért alapvetően azt látod, hogy Burgerlandban többen triatlanoznak, mint egész Magyarországon. És ez, és ez nagyon durva az a dolog, hogy, hogy, hogy ez Svájcra is így igaz. Tehát ha tudok neked mondani egy versenyt, ahova menjél el, ha már ott vagyok közelben, és nincs messze vonattal, gyere el, és már most nevez be a, a Zurich City triathlon Oké, okay. Zurich az nincs sem messze tőlem, még kocsival se talán. Vonattal meg egy pillanat alatt, vagy szerintem vonattal. De vonattal jobban jársz, mert parkolni úgyse tudsz sehol. Hát, ahogy mondod, tehát sokba kerül, megoldod, majd eltolod a biciklit, ahova kell, verseny után majd majd walking on broken glasses lesz, ugye, majd az, 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 rossz lesz. De mindegy, a 7000 ember elindul a Zürich City triatlonon. Brutális, De brutális. Én azt rá, tudom, hogy... hogy... Meg ez az amaz. Ha jól tudom, négyszer, négyszer, több triatlonista van Ausztriában, mint Magyarországon. és ezt nem mondod, hogy kisebb ország, és Svájc Igen. pedig kb. akkora, mint Magyarország. Magyarországon egy kicsit kisebb létszám ország, és most arról beszéltünk, hogy 7000 ember indul a Czüli City triatlan. Wow. Na, szóval, hogyha majd ember mennyiségekre beszélgetünk, azért amikor te itthon éltél, akkor elég nagy szerepet váltál a hazai triatlonban. A, gondolom, követed a magyar eseményeket. Mi a véleményed erről? Hát... Nyugodtan én, bármit mondhatsz. Nem, ne, persze, persze. Tehát gyakorlatilag a, a fő probléma ott van, hogy, hogy a hogy ebben törvényi szempontból is gondok vannak. Tehát a, nálunk az van, hogy élsport, arról beszélünk, hogy élsport. Ezt hívjuk profi sportnak is. A triatlon ráadásul egy szerves rendszert alkot, a hobbistáktól kezdve a kezdőkön keresztül, amit annak idején említettem, hogy a hajszálerek az utánpótlás, a törzs az az age group, és a fa is ágain a virág, az pedig az olimpiai helyezés pont vagy, vagy, vagy ére. Tehát ilyen egységbe kellene, hogy kezeljük ezt a dolgot, és ezt a verseny rendezésbe is, és azt jelenti, hogy a, az age gruppereket arra kell kihasználni, hogy itt a középosztályról beszélünk, alapvetően, ha egyszerűsítem a dolgot, 35-55 éves elkattant férfi, sikeres férfi emberekről beszélünk, és és ezekkel az emberekkel kellene megrendeztetni azokat a versenyeket, ahol a, a gyerekversenyzőink viszonylag olcsón tudnának versenyezni, ahol viszonylag olcsón be tudunk volni új embereket. De akkor, amikor Magyarország, és álljon Ausztria, meg, meg főleg Svájc, meg Németország, hogy addig, amíg mi általános iskola elsőben versenykerékpárokat veszünk a gyerekeknek, amit egy év alatt kinő, vagy kettő év alatt, se 100 ezer forint, akkor gyakorlatilag a demokratikusságát, az átjárhatóságát, ha mindenki számára előrehetőséget szüntettem meg. Tehát az emberek többsége 100 ezer forintot összesen nem tud egy évbe kiadni a gyerekére, hogy sportoljon. Nem, hogy csak pluszba egy kerékpár. Mert egy gyerek úszása Budapesten 25-30 ezer forint. De legyen 20 plusz, plusz, plusz. Tehát alapvetően olyan problémák vannak, ami a magyar triatlon előtt áll keresztbe, ugye nekünk az utánpótlás nevelés nem csak azért kell nagy tömegbe, mert ebből minőségi sportot is kell csinálni, és csináltunk is. 2006 és 13 között meg az utánpótlás létszámát. Ezt ellenőriztük is. Minden klubnak 10 legjobb, 10-15 legjobb versenyzőjét, évente kétszer felmér. Ez azért fontos, mert ez minőségi utánpótlást is hoz, ami most jut oda, hogy ott lökdösödnek sokan a sportolók, hogy mondta is az egyik ismerős, hogy Péter, jól bosszul álltál magadon, mert a gyerekeidnek csináltál konkurenciát. Ez így igaz is. Tehát most nagyon jó ez a dolog, de látszik már, hogy van már újra lyuk. Nincsenek utánpótlás klubok nem nevelnek, és ennek a legnagyobb problémája nem is az, hogy lesz-e olimpiai bajnokunk, mert engem nem zavar, hogyha nem lesz a sporták szempontjában. Annál sokkal inkább zavar, hogy nem ismertetjük meg a gyerekeket azzal, hogy jó, hát most orvosira megyek, meg most atomfizikus leszek, de majd, mikor már dolgozom, akkor vissza fogok térni, mert értek -e ez a sportákhoz. Nem kell nulláról tanulva, nagyon nehéz. Hát ez... ez sír az ember, amikor nulláról tanulja, mert lehet, hogy nem sikerül, mert elfogy a térded, mert 100 kilosan kezdted, motiváltan, két év alatt elfogyott a térd. Tehát, hogy nagyon komplex ez a dolog, és a Magyarországnál ugyanez a dolog, hogy, hogy ugyanilyen komplexen kellene látni. És amikor Ausztriát dicsértük, de azért dicsérjük meg, mert mindenki a svájci vasútról beszél, hogy úgy, a svájci van, úgy, és tényleg jó is. Tehát én is járok nap mint nap vele. Gyakorlatilag az osztrák vasút ugyanezt tudja. Pillanatilag. Abból a szarból, ahonnan ő elindult. Mert ugye, ha jól, jól tudom, Linci elvitték az összes járművet, meg mozdonyt, nem csak Budapestről, nem, hanem ott onnan is. És innen felfejlődött oda, hogy, hogy 250-nel mennek a vonatok, Bistől, Salzburgig. Péter, uh, szerintem Szerintem sokakat érdekel egy téma. Uh, ugye, hogy volt egy Iron Man Budapest Magyarországon, és uh, én utána néztem, nekem vannak ismerőségek, akik erről küldtek cikket, hogy érdemes erről sokat olvasni. Én nagyjából szerintem, amit létező cikken elolvastam engem, nagyon érdekelt ez a téma, mert én akkor még nem triatlonoztam. Viszont mindenki azt mondja, hogy hogy az egy top verseny volt. És De ugye... diát is kapott, azt hiszem. Az első rendezés, ugye? A, a World Best Rookie Ironman. Tehát a, a világ legjobb első rendezési Ironman. Komoly. És szerintem erről hitelesebben erről hitelesebben csak te tudnál nekünk mesélni, hogyha, hogyha beavatnál minket olyan dolgokba, mondjuk, amit nem tudom, kényes témákban nem akarok kérdezni, nincs, ugye nincs. mi politikáról nem beszélünk. Nincs, de... nincs kényes téma, a részemről nincs kényes téma. És ha valójában azt nézzük, hogy mi az, hogy közélet, akkor ezt mondjuk úgy, hogy közélet. Amit nálunk politikának hívnak, ez, ez igazából inkább nem, nem közélet. Értem. Akkor ebből kifolyólag a, te elég, sok, elég nagy szerepet vállaltál ugye az Ironman Budapestben, és szerették az emberek. Sikeres is volt, de ugye egyszer megszakadt és a Kindi volt jó pár részre a vendégünk, és ebbe be is kérdeztünk, hogy vajon lehet-e Magyarországon megint. Úgy, hát hogy mondjam, egyenes választ nem adott nekünk, de neked mi erről a véleményed különben, hogy lenne más, amit máshogy csinálnál? Nem vagy... szabad. Nem szabad. Én így sportoltam. Csak, csak mindenséggel mérd, mérd magad, fiam csak a legjobbat lehet. Lásd például az, hogy kötelező sportorvosi a hobbistáknál. Itt nem arról van szó, hogy ezek az emberek nem olyan terhelést visznek be, ami életüket is kockáztathatják, és nem kellene nekik, de a sportorvosi az nullát ér. Hát erre elkölteni egy napot, egy munkanap, vagy arra, hogy elmész egy terheléses tesztre, ami döbbe is kerül, mindenki menjen terheléses tesztre. És hát most ugye tudjuk már, már ez is vicc, mert még egyelőre informális a dolog, hogy ö, ö, tehát a rendezők még nem kapták meg, csak két benfentes tudja, hogy hogy már eltörlik ezt a sportorvosi igazolásos dita age groupereknél. Hát tény, hát hogy vonjuk be az age Gruppereket? Mondod nekem most februárban férészegen egy bárba, hogy te induljunk már el faddomboriba, jó hideg sörük van, meleg a, a tó, de figyelj, csináljuk meg, mert váltóba én nem tudok úszni, neked fáj a térded, majd hárman összedobunk egy, egy váltó. És akkor így indul el az, hogy, az, hogy belülünk age grouper triatlonos lesz, szépen beletanulunk, és 15 év múlva mi csináljuk nagyatán. Csak ezeket megsemmisítette, ezt tönkre ment. A bevonás hiányzik, tehát a sportág legnagyobb problémája nem az, hogy most mi lesz az olimpián. Jó fogunk szerepelni. De mi lesz a következő? Jó, fogunk szerepelni. Hát akik ott vannak most a közelében, 16 évesen is. 25 évesen ezek még 10-15 évet bírnak. Jó, fogunk szerepelni. Az az igazság, hogy nincs mögötte semmi. Nincsen minden megyébe jelenlétünk, hegyekbe kéne állni. Tehát azt jelenti, hogy megyénként kellene 3-4-5. És amikor bevonod, és ez egy nagyon fontos dolog, amikor bevonod a gyereket a sportolást, most gondolj magadra, hogy elviszed a pubit, hogy és triatlanozgasson a, a Pista bácsinál, és azt mondja, hogy itt vagyok most, akkor most másfél órán keresztül most mit csinálják? Jó, elmegyek, én is kocsolok egyet, meg biciklizek, ezt nézem, hogy Pista bácsi, hogy tanítja őket úszni, hogy te is tudjál annyira úszni, hogy kell. És bevonod. És ezt csinálom, és egyébként Svájcba is, hogy a papa elért, hogy van egy a város fizeti egy olyan program, ahol tanítottam futni az embereket. És miután megtanítottam az egyik papát, Matiaszt, megtanítottam futni, egy évvel később eljött, hogy megtanítsam úszni. Na, a következő ő már megcsinálta a egy évvel később, tavaly pedig már Váli az egész család indult. Két gyerek, mama, volt Júi, meg ő is. Ez, így, ez, ez ilyen aprólékosan működik, mert ez egy nagyon komplex, nagyon nehéz, nagyon összetett valami, amit ö, érteni kell. Na most vissza az AIROM-re, ez az ereje. Sokan kérdezik, hogy mi lesz a PTO-val. Mi lesz a PTO-val? Nagyon jó ez a PTO, amíg tolják bele a pénzt, addig él. Minden sportoló ott lesz, mármint az airom profi versenyzők ott lesznek. De a profira olyan nagy szükségünk nincsen mindig lesz, aki megnyeri a versenyt, és akkor azt mondjuk, hogy hű, de jó volt. Ami, ami az egész sportágat eltartja, az az idióta age grupper, aki nézi a elsőket, hogy te eh, láttad, hogy csíkozzok, mi van rajta. Hogy én mondtam neked, hogy csíkozzok, kell venni. Pöttyőzzokni nem használ. És akkor, mivel van pénzem, megveszem. Ez az, ami busztolja a sportágat. Ez ami az, az mennek, az, hogy van most másfél millió áron évente, aki elindul Iron -en. Brutális szám. És ezt, tudjátok, hogy ez nem, nem, nem olyan, mint a ö, maratoni futás, hogy ezek hat hetet, és utána eljátszom, hogy, hogy lefutom a maratont, vagy félmaratont, és akkor úgy, de sportos vagyok az Instára. Egy Iron azért, hogy instázzak, nem, nem lehet. Hát ez nem a, eljátszom a az egészséges sportot, hanem, hanem ez a helyzet az, hogy, hogy ez az. Persze mi is feltoljuk a számokat a netre, hogy látszódjak, hogy ugye Joe azért, ez azért nem egy olyan rossz, ez a szigetker azért ez nem volt rossz, ezzel a púzusa, de alapvetően nem, nem ez az emberek többsége meg akarja élni az egészséget, egy formailag, látszólag ezt a dolgot, de tartalmilag nem is az Iron Man, az ezt produkálja. És amikor beszélünk a Budapest manről, vagy az, bocsánat, az Iron Man Budapestről, akkor ez ezért lett népszerű, hogy abban a pillanatban 850 magyar indult el a budapesti 70.3-an, miközben ugyanennyi ember indult el nagyatában. Igen, mert azt hiszem, a akkor az pont OB. egybe esett, ugye? A hosszú távú OB? Igen, igen. Tavaly évben tudjátok-e, hogy hányan indultak el a hosszú távú OB. Háromszázan talán. Ne, Most se. Annyian se. Annyi. 140. Valahogy úgy. Össze volt vonva a A volt össze volt vonva az Iron Távol, sokkal ott voltam fürstfön. Alig volt ember. Igen. Tehát, hogy ennek az a, az a lényege, hogy eljutottunk egy olyan számig, ami a lefeles pirába én nem értek egyet addig, amíg az olimpikonyainkra nem jut elég pénz. Na most, ennek ellenére azt kell, hogy mondjam, hogy kényszerpálya van a lefeles pirába, mert látszik, hogy megszűnik a sport. Ha ezt folytatjuk, ha nem, indulunk el a bevonás irányába. És ez, és ez nem versenyrendszere múlik, hanem az, hogy egyesével olyan szakmai felkészítést teszünk edzők mögé, influencerek mögé, aki meg tudja tanulni azt, hogy hogyan kell bevonni embereket. Hát hogyan lehetett, mi hogyan vontuk be az Iron man ezt a töménytelen embert? Hát én, én emlékszem úgy, rá, amikor volt a Hungaroringen ilyen próbanap, Agárdom volt ugye, amiből sajnos ugye ott is volt valami kis irgumburgum. Tehát, hogy valójában ezzel a szembenézéssel a Magyar Triatlon Szövetségnek szembe kell nézni ezekkel a dolgokkal. Addig nem tudjuk a dolgot megoldani. Az újrarendezést is megrendezhetjük újra, ha még nem nézünk szembe azokkal a gyalázatos dolgokkal, tehát nekünk a magyar triatlannak is szükséges az, hogy ezekkel a dolgokkal szembe nézzen. Nem kell, hogy belelőjük az embereket a Dunába, tehát nem kell ilyen agresszív, aljas dolgokat művelni, de a szembenévézés szükséges, ha nem tesszük meg, akkor nem tudunk, tehát ha ugyanazokkal az emberekkel, ugyanazokkal az eszközökkel, ugyanúgy csinálod, akkor te miért válsz új? Semmi nem új fog változni. Nem, 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 változik. A, tehát a Magyar Triatlon Szövetségnek szükséges az a, az a szembenézés, és az a, az, az újszerű gondolkozás, amivel meg tudja oldani azt, hogy bevonjuk az embereket egy közösségbe. nem a kiszorítósdi. Kell Mondhatok szépen. valami gyorsan, Péter, meg Tomi. Sokat beszéltem. Nem nem, 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 nem. Én napokig hallgatnálak, tényleg. Tavaly volt, amikor egy, hogy mondjam, egy rendezvényszervező, biztos, hogy ismeritek, én nagyon nem, én nagyon otthon nem versenyzek, ugye, bizonyos okok miatt, és ő posztolta a Facebookra, hogy hol vagytok triatlonosok. Amit beszéltünk, hogy az OB-n nagyon kevés triatlonos szerepel, nagyon kevés volt, a, aki a regisztráció vagy regelt erre a versenyre, és ő, én úgy láttam, hogy ki van akadva arra, hogy nem megyünk versenyezni. Ugye meg volt az ok, hogy miért. Ugye A versenyszervezőről is megvan egy vélemény nagyon sok triatlonosnak, nem azok a körülmények vannak nagyon sok pénzért, amit, hogy mondjam, már külföldi áron vannak a, a regisztrációk egy versenyre, és még mindig ugyanaz szaraszfaltra viszik ki a bicót még mindig nincs szőnyeg egy depóba, stb. stb. És persze, hogy ki fogunk menni külföldre versenyezni. gyakorlatilag, aki Iron men, és pont ez ártott a legtöbbet nagyatádnak, hogy kinyírták a versenyünket, és nem az lett, hogy az, a nagyatádot emelték fel arra a szintre szolgáltatásába, hogy legyen egy hosszú távú versenyünk, ami legalább Pódersdorffal pariban áll, hanem, hanem azt csinálták, hogy a, a, azt a versenytársat, ami magasan kimagaslak az egész mezőnyből, azt nyírták ki. Mert egyébként az volt a Duma, hogy lenyúljuk a pénzt, és majd szépen szétosztjuk. A pénz az el is tűnt, tehát az el is folyt, mert ó, majd majd mi azt tudjuk, ezt majd csináljuk a bevonást, meg minden. Senki nem csinálta. És konkrétan az egyik verseny. Ö, ö, Főrendezője, ő egy szimpatikusabb srác, Ö, ő, ő azt mondta, hogy hát neki nem jó, hogy megszűnt az Iron Man, mert 10 millió forintot kell marketingre többet költenie, mert nincs az Iron Man. Ez csak egyetlen egy vers. Az a másik verseny, amíg meg hol vagytok triatlonosok, a triatlonosok lábukkal szavaztak. Ugyanis ellentétben az élsportolóknál, ahol egy kényszerpályán vagy, hogy itt van rajtad, hogy magyar gari, ugye piros-fehér-zöld, magyar-gari, fel van írva hungari, megköt az, hogy, hogy te kinek, hol és milyen színekbe versenyzel. Ő, ő nem tudja nagyon megoldani, mert van két-három olépiája, nem nagyon tudja megoldani azt, amit te meg tudsz oldani, hogy ugye, ennyi pénzért Szentpöltenbe, a Still Town menen, Gráczba, Cellamzéba, Podersdorba, százszor jobban érzed magad ugyanannyi pénzért. Vagy lehet, hogy egy kicsit drágább, de aztán olyan veretes a befutó szempöltemben, azután a hegy után, ami ott van, és még az, hogy az útminősége milyen. Hát e, igen, hát a nagyatádnál az egyik nagy probléma ezek között pont az, hogy a nagyatádnak van egy elképesztő aurája, ez a hátlengye a magyar triatlonnak, mint a vasi vasember, e, a baj ott van, hogy ezt a versenyt már rég célját ki kellett volna vinni a Balatonra. És valószínűleg a startot is. És csak egy fordító lehetne a biciklin, ugye Nagyatádon. Mert Nagyatád nem tudja, és ez furcsa hangzik pont az én számból, de nem tudja azt, azt a elképesztő egynapos infrastruktúrális terhelést, kiszolgálni, amit akár még a Balaton is ki tud. És ez azért hangzik furcsán, mert nekem is úgy van, én, én, is abban nőttem bele, 88 óta van tehát vagy hogy... Ö, Most lesz 35 éve, igen. Valami ilyesmi. Vagy 89 talán. De mindegy, nem is ez a lényeg, hanem, hanem az, hogy mindannyian... Én, én még ott voltam a Solar Hotelben, amikor ott volt a diátadás, családiasabb volt a létszám, pár százan voltunk, azért ez is durva, hogy 90 körül már pár százan voltunk, ugye most meg megint ott vagyunk, hogy pár százra süllyedt a létszám, és képtelenség, és még kritizálom, hogy mit kellene csinálni, közben el kell, hogy mondjam azt, hogy gyerekek, 140 emberre nem nyereséges egy verseny rendezése Nem bárható el az az önfeláldozás, amit a Gyula 35 éve csinál, hogy, hogy rendezi a versenyt, nagyjából néhány évtől eltekintve, amikor sajnos nem tették vissza azt a pénzt, amit kaptak erre. Hát nem a versenyt beinvestáltak, hanem az valahogy ki, ki lett véve onnan. És, de ettől még a hősies, ahogy ő akkor is megrendezi, hogyha egyedül indul. és De ettől, ettől nem, nem, ez, nem ez lenne a normális. Tehát nem ez kellene, hogy legyen. Hány, Iron Man, hány hosszú távú Ironman bír el Ausztria? hát egyet bírjunk-e már, Magyarország is bírjon el, de ezt a szövetségnél, ezt annak idején, ezt azért látni kellett volna, hogy, hogy felépítsük azt a nagyatádi infrastruktúrát, és visszatérek a versenyek rendezésére. A szövetség feladata az age grupperek szempontjából a szolgáltató centrikus munka. Hova kerültek a 2010-es vaskordonok? De csak a kérdezek, amiket lehet, hogy te még nem is hallottál. Hol vannak azok a kordonok? Hova kerültek? ki használja, miért nem mindenki? Miért nincsenek ilyen ezért? Tehát nem konkrétan pénzt kell adni a versenyrendezőnek, ne halat adjál neki, hanem hálót, hogy mondja a Biblia. Igen. De igen, tehát a, a, szövetségnek, szövetségnek az van, hogy nem adom oda neked az 5 millió forintot, hanem 5 millió forintért veszek olyan eszközt, amit te is felhasználhatsz, oda küldök egy embert a szövetségtől, aki felügyeli azt, hogy azt a geotextiliát úgy teszed el kiszállítás után, hogy kiporszívóztat. És tíz évig jó. És akkor utána elviszem a másodikhoz, a harmadikhoz, ja, hogy közben megrendeznénk ilyen kis szírszar, bizbasz versenyeket, zalabaksán, meg, 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 akárhol. Nem, nem ez történik, nem ez történt, hanem ezek a kis versenyek ellettek sorvasztva. Halasi hajtás, megvan? Nem, fogalmunk nincs, nincs. Az volt az egyik, az az egyik legrégebbi verseny. Tehát a vasivas ember, meg talán faddombori mellett ez a harmadik legrégebbi versenyünk volt. De ez ki lett nyírva. És finglingi verseny, amiben még lövészet is van, nem ez a lényeg az egésznek, hanem az, hogy, hogy ezek a, a kis helyi versenyek, amik hosszú távon a sportág létét és növekedését beruházat. Ausztriában milyen szánalmas kis versenyeket rendeznek, sarokkal Minden hétvégén, Péter, minden hétvégén, tavasztól, őszig, ősztem meg mennek a duatlanok, minden hétvégén verseny van. Aki nem hiszi el, az ösztaráik is a triatlon websájtra fel kell menni. Rakás verseny van Ausztriába, potom pénzért. Én most három versenyen megyek, Ausztriába, effektíve, effektíve nulla euróért mész, mert annyira, annyira alacsonyak az árak, de brutális, hogy a minőségben viszont oda teszik magukat. Amit még akartam kérdezni, Péter, hogy a, a én úgy látom, hogy mondott, hogy olyan, olyan, olyan emberek voltak ott annó, akik, akik nem igazán miattunk csinálták a versenyt. Itt azért lehet hallani több száz millió forintról, és ebből egy részéből lehetett versenyt rendezni ezt nagyjából lehet tudni, hogy, hogy egy Iron annó mennyibe került a Triatlan Szövetségnek, vagy az országnak? A, nem a Triatlan Szövetségnek, ezeket mind mi szerveztük le. És gyakorlatilag az van, hogy 250 millió forintból rendeztünk egy olyan versenyt, amelyik akkor járon, hát ezt most mondjuk 500 milliónak, vagy 600 milliónak nek a költségét, amiből akkor járna 100, most mondjuk 200 millió forintnak megfelelő marketing munkát végeztünk el, amit a szövetség helyett végeztünk el, népszerűsítés, bevonás, stb. Ezeket az embereket üldözték el, égen, azáltal, hogy úgy gondolták, hogy ők monopól helyzetbe helyezik magukat, kinyírnak bennünket, monopól helyzetbe helyezik magukat, és akkor majd hozzájuk dől alé. És most már úgy is megy fel, -fel az egész. Megszűnt, tönkrement, összeomlott, és és te pedig azt mondod, hogy lábaddal szavazok, mert jobb. Ne haragudj, Neufeldben, sokkal jobb középtávú versenyt rendeznek meg olimpiai távon, mint akárhol Magyarország. És ez, és ez a dolog, ezt, ezt előtte nem tudják eltüntetni. Na most ebben egy fontos dolog, hogy a, most mondom a legdurvább számot, majáról számolva másfél milliárd forint kár éri a költségvetést azáltal, hogy nincs Ironman. Évente. 16-tól számolva, most 7 évről beszélünk, ez azt az jelenti, hogy milliárd forint hiányzik a költségvetés kasszájából. Ezt, hogyha átszámoljuk, mert az emberek többsége nem érzi már a milliárdokat, azt mondanám neked, hogy 4 km autópálya, vagy 3 jól sikerült sportuszoda. Tehát, és ez a dolog, ez a dolog, ezzel szembe kell tudni nézni a szövetségnek. Mert ez, ez bizony, ha ez egyszer fordult volna elő, és csak egy dolog történt volna, akkor az hiba. De ha többször fordul elő, az bűn. És ez bűn. Hát ezek, egy bűn. Tehát amikor, amikor, a, amikor ezt a visszatekintést nem teszi meg a szövetség, akkor gyakorlatilag nem tud. Tehát egy, egy pályára viszi magát, zsákba varja be magát, és betonklocni a lábával, próbál úszni a Dunával. És ez, ezeket meg kell oldani, ezekkel szembe kell tudni nézni, és hosszú távon mindenféleképpen a, a, dolog, a verseny, a versenyhelyszín, a megoldásaink, azok világszínvonalok voltak, és nem véletlen, hogy elfogadtak bennünket a világba. És nem véletlen, tehát az egész, az egész vezetést ismeri az ember, most is ismerem őket. Most is vannak a bepróbálkozások az Iron és nem ez a kérdés, hanem az a kérdés, hogy a mostani vezetés ezt hogyan akarja megoldani, velünk vagy nélkülünk. Egyelőre úgy tűnik, hogy nélkülünk. Mert nincsen a szembenézés azzal, ami, ami történt. De tudod, az a helyzet, hogy nem az a kérdés, hogy most én ott vagyok az Iron Man Budapestben, vagy nem, hanem az a kérdés, hogy ez hogy fog leszivárogni tömegek feláll. Meg lesz-e az a tudás, amivel bevonjuk azokat a age gruppereket, évi 350-400 age grupper, ami veretesen finanszírozza később a sportág ö, versenyrendszerét. Mert erre, erre van szükség rád, most félre ne érts, te nem ezért csináltam, hanem azért, mert te élvezed ezt az egészet, de te vagy az, aki a hátán, hátán tartod a magyar fiatalon versenyrendszerét. Vagy az van, hogy, hogy már a, a hosszú távú magyar bajnokságra is 5 millió forintot kell költeni. Ami nonsens. Tehát egy olimpiai élsportban nekem nem tudod megmagyarázni azt, hogy egy olimpiai élsportcentrikus szövetségben, mert ez le van írva, így le van írva, semmi köze a tömegsporthoz, és semmi köze a hosszú távú magyar bajnoksághoz. Nem tudod megmagyarázni, hogy hogy miért költesz középtávra vagy hosszú távra. Mert az alapvetően egyébként megvan ennek a racionálitása, de szakmailag sincsen leírva, hogy milyen struktúrában dolgozunk. De hát ezek a dolgok, ezek, ezek a Gábornak nehéz dolgom. Az az igazság, hogy nem tudok más mondani, nincs, nincs, nincs könnyű helyzete. Hát mi szeretnénk, hogyha rendbe tennénk itt a dolgokat. De ezt, ezt szeretnénk mindannyian, és az az igazság, hogy hogy igen, ennél egy kicsit nagyobb tempót kell kapcsolni, mert ne felejtsük el, hogy nekünk két világgazdasági másság mellett mi az utánpótlást rendbe tudtuk tenni. Egy állami programon, az utánpótlás programjával meg tudtuk csinálni. De ehhez kell egy olyan pénzügyi háttér, egy olyan pénzügyi lehetőség, amelyik ezt a pénzügyi lehetőséget szakmailag megalapozott formába egy, egy hosszú távú stratégia mentén képes megoldani. Péter, Mert... uh, hadd kérdezzem meg csak gyorsan Tamás, hogy megint kérdéssel, csak ezen annyira érdekel. Nyugodtan, nyugodtan. Kösz, De látod azt az utat, mint te látnád? és te tudnál segíteni mondjuk most a triatlon szövetségnek, hogy srácok, akkor én ezt láttam, ezt tapasztaltam, hogy a te véleményed, meg a te tapasztalatod, azt szerintem mennyire számítana nekik? Tehát ki tudnád őket húzni időszeresen a, vagy mondtad, a szarból? Hát figyelj, mi annak idén a, a legkisebb utánpótlást megcsináltuk. Hát 6 éves kortól 14 éves korig az általános iskolás gyerekekkel, gyakorlatilag rendre megcsinál. De ezt szétverték, mert kifizető helyet csináltak belőle. Hát, hogy, hogy az a kérdés, hogy ugye ugyanazokkal az emberekkel ők mennyire akarnak szembenézni a saját hibáikkal, mennyire hajlandók felülemelkedni azon, hogy, hogy hát, keresni kéne. És, de akkor te tudod, de akkor te tudod, mi a gyógymód. figyelj, figyelj, akkor is meg megvolt ez, meg tudtuk csinálni, országos szinten egy, egy bevonó, nyitott szakmai programot csináltunk, ahol az edzők minősítve voltak számok alapján. Tehát nem az, hogy figyelj, nem tetszik a hajad, nem tetszik a sapkád, stb., hanem pontos, tudományos, nekünk tudományos cikkek születtek, amik megjelentek szakújságban. Tehát ilyen a magyar triatlonban, se előtte, se azóta nem voltak. De a magyar triatlonban születtek volna a Svájcba én úgy vettem át azt a klubot, hogy egy 60 fős, ebből 40 volt, aki rendszeresen edzett. Egy ilyen kiöregedő, inkább 40-es, inkább 50-es sportolókból álltak. Most 320 a egyesület, igen, és ez három év alatt. Tehát, hogy azért, azért ezt én, én megcsináltam ezt a saját sportolásomba, ezt megcsináltam egy utánpótlás programba, ezt megcsináltam Amstettenbe, megcsináltam Zürichbe, és megcsináltam az Ironman közben a 70.3 Budapestnél ugyanezt a bevonásos rendszer. Ez, ez, nem egy túl bonyolult dolog számomra, mert én ehhez... Már tudod, mit kell csinálni. Igen. Tehát, hogy én ehhez értek. Tehát ez nekem megvan, de közben azért azt látni kell, több büszke vagyok arra, hogy a gyerekeim ettől még olyan számokat produkálnak, hogy nem akarok ígérgetni, de a Mártin látszik már, hogy, a mixváltóban a kettes számú ember az egy 21 éves kis tojáshely a fenekén utánpótlás versenyző, azért az hogy valamit csak jelent. És amikor a 100 milliókról beszéltél, hogy mennyi pénzek mentek, meg mozogtak itt mindenfele, igen, ez a durva, ez a durva, hogy mi egy 25 milliós programmal, évi 25 milliós programból, mi abból csináltuk azt, amit csináltunk a gyerekeknél, az, aminek a kisugárzása most a felnőtteknél, meg 23-as, meg junioroknál megvan. A gondoljátok bele, hogy, hogy milyen kisugárzása van a Budapest mennek. Milyen kisugárzása van annak az elmúlt 10 évnek, azoknak a 100 millióknak, amiből ugye 90 előtt a szövetség összköltségvetése 60 millió forint volt. Ugye, és akkor itt akkor hogy a számadást nézzük, hogy most uh, hol van a uh, az a szerver, amit vettek. Szar, lambor, uh, szerverek Lamborghini-t vettük meg 30 millió forintért, meg e-learning meg e rendszer, meg meg, meg um, olyan nevezési uh, központi nevezési rendszert akartak több tíz millió forintokért, ami... Amit kifizettek, csak éppen soha nem készült el. Na, pont ez volt, egy, egy szakember azt kérdezte tőlem, hogy, hogy, mi a te véleményed. Mondom, már büntető felelősség, azt nem tudom, hogy megáll -e, nem akarok ezzel foglalni, nem vagyok jogász. De szakmailag egyértelmű, hogy egy, egy, több millió forintos program a következő évben már nem működik, nincs kisugárzás a következő évtizedre, az egyértelmű, hogy az, az hiba amikor ezeket a dolgokat, ezeket nem tekintjük át, amikor ezzel nem foglalkozunk, az súlyos hiba, mert azt jelenti, hogy a szörnyek köztünk élnek. Azt tudjuk, igen, igen. Meg az utcán járkálnak. Péter, a, az, szerinted az mennyire kemény, hogy hallom itt a számokat, ilyen szoftver, olyan szoftver, hogy még mindig a 4 es lapon kell bekérni a licenszkérő lapot az éves versenyezésedre, még mindig A4-es lap, fotó, nem tudom, nekem, nekem ez ez, ez is a... működik? Fel kell készülni erre a dologra, ezt megmondták az oroszok, hogy amikor az atom ütőerővel foglalkoznak, hogy nem lehet ám itt elektronikus, elektromos vonalon vinni a dolgot, mert ugye akkor tokk, és akkor elmennek a komputerre. És ez papíron meg kell, hogy legyen ahhoz, hogy mi aztán az örökké valóságban éljünk, úgy, mint a a Ginkgo Bilboa, ugye, amit rádobták az atombombát Japánba, és összel kivirágzott a csávó. Tehát, hogy azt tudom neked mondani, hogy, hogy ez gúnyos volt ez az egész dolog, szégyenletes. Hát azt tudom neked mondani, hogy arra volt eszük annak idején, hogy felhozzák a titkásságot ö, szexádról, a szexárdi titkárság azért volt jó, mert viszonylag olcsó volt a könyvelés, olcsó volt az iroda. Én nem azt mondom, hogy a Péternek nem volt hibája, mert rajtatok meg rajtam kívül, meg akik hallgatnak, azokon kívül mindenkinek vannak hibái, de tény, hogy a, az a teljesítmény, amit leadtak, annak idején, abból a pénzből, amiből elműködött a szövetség titkársága egy nagyon meretes dolog volt. Annak ellenére, hogy elégedetlenek voltunk, persze, hogy elégedetlenek voltunk, ez a sok idióta motivált triatlonos, ez mindig többet akar. És ez, ez is így van rendjén. Tehát ez a békétlenség, ez, ez a, ott van a lelkünk végén, hogy jobbítani akarunk mindig magunkat is, másokat is, és a közösséget. Közösséget. Tehát itt a, ne csak azt lásd be, hogy te egy antiszociális -szo -szo barom vagy, nem, hanem megveszel azért, hogy jól érezd magad együtt, amíg befutunk a célba, ne az legyen, nézd már, ott van az a, ott megy az, aki elvitte a 100 millió. Tehát, tehát, hogy közösséget akarunk, menni a triatlonnak, pont ez a legkülönlegesebb része, ellentétben az autista úszósporttal, gyerekeim úszók egyébként, hogy ott az van, hogy belökik az embert a vízbe, feszített víz, úszik oda, neki megy a falnak, megfordul, úszik vissza. És ebből áll a úszóverseny Kaposváron, New Yorkba vagy, vagy a Tüskébe. Szóval a triatlon nem éppen a fiatalok közkedvelt sportja, legalábbis mi ezt vettük észre, szerinted mennyire van jelen az, hogy a a gyerekek? Ez náltok is jelentkezik, hát, én... vagy csak, vagy csak nálunk látszik az, hogy igazából semmi ez nincs kedvük, csak a telefonjukat nyomkodni? Én, én azt tudom neked mondani, az egyik legfontosabb dolog, amikor kimentem Svájcba, akkor azt mondta nekem egy vezető úszóedző, hogy figyelj Péter, mindenki csak a telefonját nyomja, nincs motivált ember. Én nem tudom, valahol máshova érkeztem Svájcba is, hogy nem győzöm felvenni a segédedzőket azért, hogy, hogy ellássuk színvonalasan a sportolóinkat. Tehát tavaly szeptemberben elkezdtem egy új programot, egy teremben egy fiatal gyerekeknek futó programot, és két csoportba csináljuk most már, öt évestől felfele, tíz éves korig, két csoport van most már. És úgy van, hogy kétszer, tizenkét fő, hát 24 főnél vagyunk, és a harmadik csoportot is kell csinálnom. Tehát, hogy én nem teljesen osztom ezt a dolgot, abban egyet értek vele, hogy egyszerűbb meg több sportág van, de mégis azt mondanám neked, hogy az Ironman az Ironman-t akkor értik meg a legtöbben, amikor legalábbis családjuk lesz. Ez kell a türelem. Egy 12-16 éves gyerekkel nem tudod megértetni azt, hogy figyelj, majd 20 év múlva jó állalmas leszel, mert ő azt mondja, hogy egy 30 éves, egy öreg ember. Tehát én, én szerintem az van, hogy akinek már családja van, vagy dolgozik keményen valahol, mondjuk IT, a túlélése érdekében elkezd triatlonozni. Tehát azért annyit dolgozik a laptop előtt, ha nem akar lenyomorodni tíz év múlva, és ezt ő felismeri, akkor ő Iron man menezni. És nem feltétlenül, tehát van, aki fogyni akar, van, aki fél ettől a negatív jövőtől, de én általában nagyon egyszerű dolgokat szoktam mondani, ami motiválja az embereket. Ha a gyerekeknél is megvan ez a motiváció, tehát mit tudom én a a versenyen elmondom neki, hogy mi az az igazi siker. Na Az a lényeg az egészben, hogy hogy egy, egy gyereknek azt kell felismernie, amikor utolsó a, 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 a versenyen, akkor... Sajnos nem tudom kikapcsolni, mert a három... Ami van, nyugodtan, mond, nyugodtan, nyugodtan, nyugodtan. A Messengeren elé. Tehát, hogy amikor egy gyerek utolsó lesz egy, egy, egy futóversenyen, akkor az élete első versenyen, akkor, akkor, annak mindenféleképpen rá kell arra ébrednie, rá kell ébrednie arra, hogy, hogy ö, ö, és az edzőnek el kell neki mondani, hogy ez konkrétan miért óriási siker, amit ő csinál. Ahhoz képest, hogy eddig nem sportolt sem. első versenyen nem fogod megverni azt, aki már három éve triatlonozgat, vagy futogat. Viszont nézd meg, hogy ahhoz képest, hogy három hete kezdted, milyen ügyesen futottál, és hogy egyéni rekordot ment el. Ha ezt is szépen végigvezeted, akkor ugyanazt a tudást, ugyanazt a motivációt rejted el, ami bennetek is ott van. Milyen apró örömökből építjük a motivációnkat? Hú, láttad, hogy most, most ugye nem volt olyan jó a tempó, de nézd meg a légzést, milyen jó volt. Vagy a, a peráfordulatszám, vagy na, most egész jó a lábam. Tehát, hogy Érezzük azt a, azt a felépülést, hogy felépül a szervezet. Vagy amikor már túl öreg az ember, azt mondja, hogy a leépülés sokkal jobban lassú. Mert nem mindegy az, hogy, hogy hány évig élünk, de az még kevésbé lényeges, hogy meddig élünk boldogan és egészségesen. Mert a magyar emberek negyed annyi ideig élnek az életük végén egészségben, mint a dán. Hát nem csak, hogy hosszabb ideig él a dán, de egészségben is. És ebből a szempontból én nem félek attól, hogy az Iron mennek a jövője az, az, negatív, mert a mozgás igény egyre inkább ott van, hogy egyre több az ülő munka, és egyre többet telefonoznak, előbb-utóbb úgyis ott van. Tehát egy, egy kocka IT, az pár év alatt rájön arra, hogy érzi magán, hogy épül le, megy tönkre. És ő neki szüksége van arra, hogy sportoljon és mozogjon és ebben az Ironman segíti a legtöbbet, mert önmagában a futás az nagyon drámai, nagyon szánalmas, nagyon fájdalmas, és tönkreteszi tönkre teszi az izületedet. Nyáron mi is szívesebben bringázunk, mi futunk, persze. És amikor rossz az idő, akkor meg többet úszunk. Vagy fel, a görgőre. Vagy a görgő. Tehát, hogy ugye ebben megvan az a, az a kiegyensúlyozottság, ami az egész szervezetnek a, azt a kiegyensúlyozottságát hozza, hogy ezt a sportot majdnem örökké lehet űzni. És ez az, ami miatt én nem féltem az Iron Man a jövőtől, hogy jönnek az új divasporták, Persze, hogy a, a, snell, a, a, gyors mászás, ez a, ami mm -hmm. most az olimpiára kerül, hát milyen népszerű már. Szívesebben nézem én is, mint az Ironman. Man. Pillanat alatt felmászik, mint a pó. Végés a számnak nagyszerű, gyorsan ki. Iron man reggel leülök az első kávémmal, és délután kettőkor még mindig a negyedik kávémmal iszom a, a nézem az Iron man és nem végignézem az egészet, mert felfelállom meg, stb. De mi másképp nézzük egy, egy ilyen versenyt, ti is, de egy hétköznapi ember nem tudja megnézni is. És az Iron Man nem is elsősorban nézőknek. Elsősorban, elsősorban nem. Az üzenete igen. Tehát mi és ezt az, amit a triatlon szövetségnek ki kellene használni, hogy mindenki, aki triatlonozik, az véleményvezér. Az véleményvezér. Ki a vélemény diétáról, sportról, életmódról, pszichológiáról, mert ez mindez értenünk kell. Ha az egyik terület nem jó, akkor nem fejezett be a vers. Hát egy ez gyönyörgyű. Szerintem ez nagyon jó üzenet a mostani triatlonosoknak, főleg akik itthon nyomják, mert Sokat hallunk, sokat látunk, főleg most a felgyorsult életben, ugye az Instagram, Facebook, stb. hogy annyi, ugye mindenki edző, ezt le tudjuk szögezni, hogy ennyi edző nincs a világon, mint Magyarországon, a rengeteg információt kapsz a triatlonról is. Nem tudom, hogy mennyire hitelesek, de de szerintem mindenki, mindenki próbálja a leghitelesebbet megtalálni magának. Amit kérdezni szeretnék, hogy a, a gyerekeid mindenkit triatlonozik. Te mekkora hatása voltál rájuk? Vagy tudják, hogy azért apu, apu azért, azért tette ott a, ott ott a Hát ő oda rakta neki, mint gépzsír, <laughs> és akkor azt mondtad nekik, hogy srácok, figyelj, én voltam itt a Jani, lehet nyomni, vagy pedig ők, ők azért kezdték el, mert megszeretetted velük, vagy pedig, vagy pedig tök más szempontból kezdték el a sportot. Alapvetően nyilván nyilván azért ebben van egy racionalitás, hogy hol tudok többet segíteni a zongorahangolásba, vagy a kerékpárbeállításba, ugye? És ebbe azért van egy ilyen irány, hogy nyilván, hogy nem hagyom, hogy ebbe a rosszul működő utánpótlás versenyeztetés, mert ez a magyarországi sportban az utánpótlás versenyeztetés van, és nem utánpótlás nevelés. Tehát ebbe, hogy ne menjenek lyukra, lépre, jégre, vékony jégre, ebbe nyilván azért rendesen benne vagyok én is, meg a feleségem is. Ugye most, hogy ő egyedül van itt, ezt az egészet őnek érnek, és főleg a szervezési oldalt ő viszi az egészet. Tehát, de hát alapvetően az én feladatom nem az, hogy itt kétszer, négyszáz, hatszor, zakat megmondjam neki, hanem az irányokat. És amikor helytelen az irány, helytelen döntéseket hoznak, és egy helytelen környezetben nyilván az ő pszichék is úgy alakul, és az a szociális dolog, hogy azt próbálod lekövetni, amit látsz, és azt próbálod csinálni, amit a többi csinál. Akit te egyébként esetleg idolnak is tekintesz itt a korosztályba, vagy a fölötte levő korosztályokba. Hogy erre nekem viszont el kell mondanom azt, hogy mi lesz. Tehát el kell nekik mondanom, hogy hogy, és nem az, hogy én mondom, hanem a, én a törvényszerűségek azért nagyjából megvannak. Tehát, amikor arról beszélünk, hogy hányan vannak az Instagramon, nyugodtan megnézheted, hogy mennyit posztoltam az erről, meg mennyit posztolok a Facebookról, stb. Gyakorlatilag megszüntem. Hát De nem írok fel, mert olyan struktúrális problémákról kellene írnom, amiket nem szeretném a, a szociális médián osztogatni ezt a problémát, amiről egyébként néha beszélünk is itt, ugye most is beszéltünk, de ez nem erre van. De én is azt tudom neked mondani, hogy 803, 803. Tehát, hogyha 94-ben mentem 803-at, azért úgy... Az most is megállja a helyét. Ne nagyon, ne nagyon vitatkozunk azon, hogy, hogy mit kellett volna, mit kellene, mit, mit fogunk csinálni. Tehát nem véletlen, hogy a Márti mikor kiderült, hogy van egy lyuk a, a mixváltóba, ez 19 óta látszik, hogy a Márti a kettes számú női versenyző, ebben az évben, hál' Istennek már, és ezt dicsérőleg mondom, ebben az évben már a szövetség is látja azt, hogy ő a kettes számú versenyző a nőknél. Sokat is írtak róla. De írtak is. Tehát egyébként őrül a érdemes, egy, ha nektek lesz időtök majd a Mártiról, mert igazából... Mindenképpen. Nem, nekem már nem kell a reklám, de neki azért. Na mindegy. Szóval, hogy azt tudnod kell, hogy nekem nem az a legfontosabb, hogy én, én napra készen irányokat mutassak neki, hanem stratégia is, amikor baj van, amikor hiba van, akkor legyek ott. Gyárják a saját utukat, elmondom előre is, hogy mi lesz. Aztán megy tovább, ugye, hogy fiam, forró a Rezsó. Tudom, tudom, á De azért meg, meg. kell fogni. De, de, az a helyzet, hogy nagyon sokszor is a triatlonban meg főleg ott van, és ami, ami sem a, a magyar triatlonistákban, nem csak age grupperekben, hanem vérsportolinkban is, mint nem lehet rájuk az, hogy nincs motivációk, és nem dolgoznak kemény. Csak okosabban kell. Hát itt a probléma ott van, hogy nem elég okosan csináljuk, és ezt próbálom, hogy a gyerekek minél kevesebb gödörbe lépjenek bele, de a ma környezetben van egy magyar termelési kultúra az élsportban, Magyarországon, ebbe ezt látják. Hiába edzőtáboroztak angolokkal, portugálokkal, svájciakkal, németekkel, franciákkal, osztrákokkal, azért Magyarországon élnek, és ez, ez egy, ez a környezet, ez nagyon hat, és nagyon súlyos hiba, hogy hat, mert pontosan mutatja azt, hogy képtelenek vagyunk az olimpiai arany közelébe kerülni, képtelenek vagyunk a 8 órán belülre menni. Ne haragudj, a Kropkó Péter eredménye az, hogy él, az egy, az egy súlyos hiba. Ennek nem szabadna ennek a rekordnak élnie, mert, mert, mert jóra való Flandrel marciaink vannak, jóra való akárkieink vannak, és a, abba a korban, amikor megvoltak azok a tehetségek, azok nem kapták meg azt a fejlődési lehetőséget, vagy tudásba, vagy pénzben, ami miatt ezek túlnőthettek volna engem. Én ennél sokkal fafejúbb voltam, elmentem, mentem a finnekkel edzőtában. Elmentem Kolumbiába, a németekkel, elmentem Flextebbbe a, a de azt tudom neked mondani, hogy, hogy igen, látom azt, hogy a gyerekeimnél, mivel néptáncoltak is, lehetőséget kaptak arra, hogy más irányba menjenek el. Csak amikor dönteni kellett, 12 éves volt a Márti, és a Marcival együtt, a 10 éves Marcival összedugták a fejüket, hogy gyerekek, dönteni kell. Vagy néptánc van, és jövőre kint vagytok Japánba a csillagszemmel, mert olyan szinten épp táncoltak, van is való Facebookon egy ilyen, ilyen film, hogy hogy, hogy táncoltak, Ö, vagy a triatlont választjátok, ahol még legalább 10 ez évvel ezelőtt volt. Hoppá, még még egy 13-15 évet még küzdeni kell azért, hogy a világ legjobbjai között legyetek és Japánba. Jó mára, bárti már a bárki már kétszik. De ebbe azt kell látni, hogy elmondtam azt is: de, ha a triatlont válaszol, akkor saját erődből jutsz el, valameddig nem tudja senki megakadályozni azt, mert nem tudja megakadályozni azt, hogy triatlonban jók legyetek. Ha a néptáncot válaszátok, az nem annyira objektív, és hogyha a polgármester lánya is ott táncol, és a polgármester pedig szponzorálja a néptánccsoportot, akkor lányom, te csak a karba táncolsz, mert a szólót azt a polgármester lánya fogja táncolni. Összedugták a fejüket, pozitív, negatív, sportot választották úszáson keresztül, és elmondtam nekik, hogy gyerekek, nem kell végigvinni az utat, de mindig legyen ott beneteket, hogy abban a szatyorban minden nap gyűlik az érték és a munka. Ezeket a dolgokat egyre kevésbé akarjuk és kell eldobni ezzel nem csak felépíted magadat, mint sportoló, hanem egy olyan személyiséget építesz fel, ami olyan értéket képvisel, mint nekem is, hogy én felépítettem a nevemet, az évi 4 millió forint bevételt hozott a vállalati tréningeken, amíg ki nem nyírták. Na visszatérve a Mártékra, a szabad akarat, az a részben szabad akarat, de azt láthatod, hogy ha hibáznak a gyerekeim, az a túlzott motivációból ered, és nem pedig lustaságból. És erre vagyok legbüszkébb náluk, hogy mind a négy rendületlenül küzd és harcol. És valójában, és akkor legyen nagyjából ez ennek a résznek a végszava, hogy a csapataink harcban állnak, a kormány a hely. Ennyi. Nem győzni kell, a győzelem az következni. A csapataink harcban állnak, Kormánya hely. Ennyi. Hát a Péter, nagyon köszönjük, hogy itt voltál. Ez volt az által célvonalon. Hát az egyik legtartalmasabb adás, mondjuk így. Szerintem a Tomi nevében is mondhatom, hogy ittuk a szavaidat. Nagyon jó kis beszélgetés volt. A lányodat persze szeretnénk majd meghívni egy műsorba, és akkor őt is faggatjuk, hogy apu azért mennyire rakja neki az edzésterveket. De nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Nem én írom. Ugye, én én a vagyok. Oké. Okay. <laughs> szóval köszönjük szépen, ez volt az át a célvonal, srácok, feliratkozni, lájkot nyomni, mindenkit bekövetni, akit tudtak, főleg minket. Aztán lassan kezdődik a tavasz, indul a verseny, úgyhogy mindenkinek hajrá. Köszönjük szépen. Péter nagyon köszönjük! Hajtsatok! De vaszint, én Még szintem, annyi, annyi lenne, hogy az egyik barátommal pont a mai nap beszélgettem, és annyit kérd, hogy hogyha esetleg ne talántán rendezel Magyarországon Iron Man-t, ezt csopakról indítsd meg, akkor legyen egy Iron Man csopak, ha ezt lehet. <coughs> hát helyszínben nem lenne rossz, mert konkrétan onnan jó fel lehetne vinni a felvidékre egyébként. <coughs> igen, a igen. nagyobbik probléma az inkább az, hogy, hogy ugye az a rész, az egy kicsit viharsarok jellege van, és ugye, hogyha gond van a viharral, ezt csak azért akarom mondani egyből elméletileg, hogy a legfontosabb dolog a verseny rendezésének a, a stabilitása. A bicikli futás az nem kérdéses, hanem az úszásnál öreg, hogy, ha mi van, hogyha viharonak van, az. nem tudod eltolni. Na, akkor egyszer erre még visszatérünk. Nagyon szépen köszönjük. Lássak, hogyha van időtök, egy sörre is leülhetünk valahol Budimpeston. Oh, ha én nem Svájcban, mondjuk, ha ott leszel a, 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 Czüriki, a City triatlonon, akkor valószínűleg oda én is kimegyek, mert a versenyzőim mennek.